És, és tulajdonképpen én minden reggel iskola előtt, meg iskola után mentem a, a, a templomba minisztrálni, és akkor utána én eljártam hittarra, és nagyon-nagyon sokat kérdeztem, de igazából soha nem kaptam rá megfelelő választ. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mai napon újra Juhász Tamás Miklós barátommal fogunk beszélgetni. Tamás, köszönöm szépen, hogy megint tudunk beszélni, és van időd erre a beszélgetésre. Szeretettel üdvözlök mindenkit, Góranga, én is köszönöm, hogy újra itt lehetek. Jó reggel. A nézők nem tudják, de azt beszéltük meg legutóbb, hogy, hogy a mai témát, vagy témákat, majd meglátjuk, hogy mennyire lesz időnk, nem beszéljük meg előre, hanem azt kérted, hogy teljesen spontának legyenek a dolgok, ezért a barátaimat és ismerőseimet megkérdeztem, hogy mik mi azok a dolgok, amik ők kérdeznének tőled, úgyhogy van néhány kérdés, nem biztos, hogy végig, végig tudunk menni, nyilván majd a, a, ahogy ö, időben ki tudod fejteni a dolgokat, illetve a válaszokat megadod, ezt fogja meghatározni, hogy mennyire tudunk most válaszolni, de ami esetleg elmarad, azt majd folytatjuk, mit szólsz hozzá? Rendben van. És igen, én mindig ezt kérem tőled, hogy ne mondd el előre a kérdéseket, mert akkor elveszik a spontaneitás varázsa. Szuper, oké. Okay. Na, jöjjön is az első akkor. Uh, Tamás, mit, mit, mit csinálnál akkor, hogyha Kriszna álmodban vagy, vagy, amikor fent vagy, meglátogatna az ő isteni kegyelméből és azt mondaná, hogy Tamás az eddigi szolgálataidet, amit az emberekért és értem tettél, mármint Krisznáért, Egyetlen egy dolgot megváltoztatok az életedbe, amit akarsz. Ne az elmédet kapcsolt ki akkor, hogy, hogy akkor majd hogyan fog megváltozni a jövő, meg semmi. Én úgyis én vagyok mindenek az ura, én azt elsímítom szépen. Egy dolgot mondhatsz, amit azt mondod, hogy azt szedjük ki, az mintha soha meg se történt volna. A múltamból? Így van. Nincs olyan. Nincs olyan. Tehát akkor azt mondják, hogy tehát... uram. Tehát figyelj, hogy ha, ha bármit megváltoztatnánk a múltban, akkor, akkor nem érném el azt a pontot, hogy lista megjelenik álmomban, hiszen még valamilyen feladattal vagy valamilyen problémával nem szembesültem. Tehát a legnagyobb szükségem a legnagyobb fájdalmakra és nehézségekre volt. Tehát most gondold el, egy esetleges anyagi jólét esetén, ö, milyen életem lenne most hát eleve nem lennék itt. Tehát, hogyha nem lennének azok a fájdalmak, vagy azok a nehézségek, amik ugye a múltamban voltak, akkor, akkor eleve nem jövök el egy sivatagba, hogy én vallási élet, és, a, és a, ráadásul nem is úgy indult az egész, hogy, hogy ez egy vallási élet, vagy egy spirituális út lesz, hanem, hanem egyszerűen egy elrendezés következménye, ami úgy minden követte egymást. És amikor idejöttem, akkor sem egyből nekiálltam tehát ugye ezt a spirituális vagy hát úgy mondjuk, hogy szadanát gyakorolni tehát a lelki gyakorlatokat hanem még annak is volt több állomása tehát ha ezeket bármelyiket így kivennéd akkor egyszerűen megszakadna a lánc és nem érkeznél el ide uh -huh. úgyhogy még, még akkor is hogyha a Krishna, mint az előbb elmondtam azt mondaná, hogy figyelj, nem fog semmi megváltozni azt az egy dolgot kiveszem, mivel hogy mindennek az ura vagyok ezért az elmével való úgymond tovább gondolás ennek a dolognak, hogy akkor ez nem történne, meg akkor ez nem történne. Tehát csak azt az egyet kivenném, és én garantálom neked, mint Krishna, hogy ugyanúgy megy minden tovább. Tehát itt vagy a következő pillanatban. Nem, nincs ilyen. Nem, nem tudnék ilyet mondani. Jó. Minden úgy volt szükséges, nem úgy volt jó. Hát nyilván, hát ki az a aki az, hogy a fájdalomra, vagy a szenvedésre, vagy a szülők elvesztésére, vagy bármire, hogy jaj, de jó, még egyszer szeretném. Hát nyilván nem. De amikor ott volt, akkor, akkor igenis szükséges volt. Úgyhogy, úgyhogy nem. Erre a válaszom az, hogy nem tudnék ilyet mondani. Hát megköszönném hogy... neki, hogy, 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 hogy megtisztelt a jelenlétével, és, és azt mondtam, hogy köszönöm szépen, nem. Nem szeretném, hogy a múltamban bármi megváltozzon. Szuper. Oké. Okay. Jó. Köszönöm a válaszodat. Jó. Okay. A következő kérdés, meg érdekes, hogy ráéreztél, mert jött egy olyan kérdés, hogy, hogy nem tudom, hogy valamelyik videódban, vagy videóidban már említetted ezt a dolgot, de hogy, hogy igazából a, a, a szüleid, jól tudom, hogy ők egyik sem él már, ugye? Most hát nincs itt fizikai világ. Ő, ők ő, normál... Tehát betegségben haltak meg, vagy esetleg, esetleg normál? Kórházba kerültek, és onnan már nem jöttek ki. Ugye ez a, most nem azt mondom, hogy magyar egészség, ugye édesapám 92 éves volt, majdnem 93. Anyukám, Szép. Eh, igen. Anyukám 78. Ö, édesapám nagyon ragaszkodott az élethez, nagyon szeretett élni, édesanyám annyira nem. Viszont amikor édesapám elment, utána édesanyámnak az állapota nagyon nagy, tehát ők elváltak, tehát ők, ők már húsz éve akkor külön éltek, de édesanyámban volt egy mérhetetlen erős ragaszkodás apukám iránt, és amikor apukám elment, akkor valahogy anyukámnak így ilyen nagyon hirtelen leromlott az állapota, kórházba került, és ő már ő se jött ki onnan. Most ebben ne is menjünk bele, hogy a kórház így vagy úgy, vagy egészségügy. Mondjuk úgy, hogy eljött az ideje, de, de, hangulatát tekintve anyukám olyan, olyan nagyon szomorúan ment el. Apukám, hát apukám meg azért csak 92 éves volt. Szóval ott már voltak mentális és egyéb nehézségek. De, de, apukám nagyon ragaszkodott az élethez, anyukám egyébként annyira nem. És ezt honnan érezted, hogy például anyukád nem? Mondogatta esetleg ezt, hogy, hogy át, hogy minek csináljuk ezt az egészet? Vagy, vagy az a hangulatán látszott, érzed ott A hangulat. Szóval anyukámnak nagyon nehéz természete volt, és anyukám amúgy elmart magam elől mindenkit, és ő borzasztóan elmagányosodott. Hm. Meg tudod, amikor, amikor, tehát hiába édesanyámról van szó, és én végtelenül szeretem, de de anyukám az a nagyon-nagyon lehangoló társaság volt. De ezt gyerekkorodban is érezted már, hogy egy visszagondolsz felnőtt korodban? Tehát ez onnantól, hogy valami történhetett az életedben? Hát tudod, amikor mindig panaszkodik valaki. Uh -huh. Szóval abba úgy megcsömörlik az ember. Tehát amikor találkozol valakivel, és vele soha nem történik jó, mindig csak rossz. Mm -hmm. Az az egy fárasztó ö, együttlét. Igen. És olyan és szomorúsággal töltött el ö, sokszor. Anyukám állapota, hogy valójában nem, nem tudok rajta változtatni. Tehát ez még nem ilyen vallásos ö, élet, meg semmi. Az egyszerű fizikai világban is szomorúsággal töltel, mikor szomorúnak látsz valakit, aki közel áll hozzád, és nem tudsz rajta változtatni. Mm -hmm. És nagyon sokat gondolkodtam, hogy ha én korábban kezdem el gyakorolni a krisna tudatot, tudtam volna változtatni ö, anyukám hangulatán? Hát ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés számomra. Nyilvánvalóan lényegtelen, mert ö, mert még ha meg is tudom válaszolni, akkor sem változik semmi. De de igyekszem ezt, ezt is úgy felfogni, hogy, hogy számomra egy nagyon nagy tanító volt anyukám is, meg apukám is. Tehát ugye az első gurunk mindenki életében, ugye a szülő, vagy nevelő szülő, vagy teljesen mindegy. És, 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 tényleg apukám meg anyukám a két, a két véglet volt, tehát az élet szeretettel kapcsolatosan. Az egyik őjük nagyon-nagyon, tehát édesapám nagyon-nagyon szeretett élni. Édesanyám inkább csak úgy, úgy, úgy leélte az életet rendkívül kötelességtudó volt, rendkívül pedáns volt, tehát borzasztóan tiszta volt ugye a lakás, a, a, minden. És tehát hiába volt mosógép, édesanyám élete végéig először kézzel kimosott mindent, utána mosógépbe tette. Tehát ő, ő végtelenül pedáns, egy nagyon-nagyon fegyelmezett, nagyon-nagyon kötelességtudó, de, de hangulatát tekintve egy nagyon, olyan elesett. Igen, talán ez a legjobb szó. Szóval egyébként mindannyian elesettek vagyunk, ugye a védák szerint, de, de, de anyukámnak egy a hangulatát tekintve is é, ilyen, hát nem ez az élet igenlő. Tehát ő titkosan az, hogy, hogy igen, le kell élni az életed, de nem bánnám, ha vége lenne. Apuka, apukád egy motivációs tényező is volt benne? Tehát, hogy amíg ő volt édesapád, addig, addig ne... Tehát amikor megfordítom a kérdést, amikor apukád elment, akkor édesanyám utolsó motivációját is elveszítette talán a, az, hogy... Ahogy. Tehát anyukámat ő, még az még jobban elszomorította, elkeserítette, hogy apukám elment. Hm. Tehát ö, ö, apukám hagyta elég is anyukámat, és egy másik hölgy miatt. És ö, anyukám mindig szitta apukámat, de aztán mindig fölhívta Jóska, gyere főzte menni. Tehát, ö, tehát, tehát rendszeres, tehát még utána is tartották a kapcsolatot, és amúgy mindig összevesztek. És amikor ö, ugye otthon voltam, és akkor anyukám mindig szitta apukámat, de alig várta, hogy tudja neki főzni. Uh -huh. Vagy Gombos... kimosni. Például, ha olyan volt, hogy valamit ki kellett mosni, amit apám nem tudott kimosni, akkor anyukám kimosta. Akkor szüksége volt, tehát lehet, hogy édesanyád úgy érezte, hogy neki az, hogy gondoskodhat valakiről, vagy valakikről, az neki. Nagyon egy... volt anyukám. Tehát ő nagyon ragaszkodott édesapámhoz, és, és, és anyukámnak csak apám volt. Hát apukámnak nem, csak anyukám volt. Nagyon érdekesek egyébként, hogy így, így felnőtt koromban, így visszatekintve, mennyi minden volt rám hatással, tehát, hogy én én is nagyon csalfa voltam egyébként életembe. Tehát, hogy, hogy ugye a szülői modell, és, és hajlamos voltam egyébként nagyon a depresszióra. Ez nyilván ilyen anyukám féle vonás. Viszont uh -huh. anyukám nagyon intelligens volt. És tehát voltak, amiket tőle örököltem, valójában egyébként nem is örökünk semmi. Mindegy, ebben most nem megyünk bele. De a lényeg az, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy nagy tanulság, ha az ember megtiszteli a figyelmével a a szülei életútját. Én nagyon keveset tudok egyébként ahhoz képest a szüleimről, mert édesapám 51 éves volt, amikor engem nemzett. Uh -huh. tehát, tehát ugye és, és nekem nagyon nagy tehát nekem van hat féltestvérem, ők lényegesen idősebbek nálam. Én tehát ők, nincs is, Tamás édes testvérem van a nővérem, tehát vele vagyunk ilyen úgymond testvéri kapcsolatban, is van van hat féltestvérem, velük valójában nem, nem is, nem úgy nevelkedtünk. Tehát a, az én féltestvéreimnek közel azonos korú, sőt idősebb gyermekei voltak, mint én. <hül> tehát én például unoka, tehát én a nagybátyja vagyok valakinek, aki tíz évvel idősebb nálam. Mert ugye ő a testvé, féltestvérem gyermeke. Csak olyan, olyan, olyan kicsit olyan érdekes a, ez a felállás. Apukám egy elég, elég, tehát ő, ő szeretett élni, és ezt, ezt minden, tehát nem nem volt alkoholista, meg minden, tehát apám rendőr volt, meg minden, de de úgy, úgy például a hölgyeket rendkívüli módon kultiválta. Tehát a másik nem, egy gyakorlatilag a höl, hölgyeket nem szerette, nem imádta, ahogy tudom. Igen, igen, igen. Igen? Igen, mondjad. Nyugodtan a be a mondani. Hát igazából ennyi, hogy, hogy, hogy tehát ö, ö, anyukámnak, ö, meg, meg tehát, amikor édesapám m, ugye el, tehát elváltak, tehát édesanyám onnantól kezdve teljesen egyedül volt. Uh -huh. Tehát soha nem ment sehova, eszébe nem jutott bárkivel ö, úgy ismerkedni, vagy, vagy valami. És és ö, szerintem ez tehát igazából az én emlékeimben ezek a dolgok, tehát 13 éves volt, amikor elváltak, és onnantól kezdve volt tehát az állandósult állapot édesanyámnál, hogy ez a hát ült a konyhába és így és így ö, cigarettázott, kávézott, persze megcsinálta a kötelességeit, feladatait, de mindig panaszkodott. Hmm. Szóval ez, ez, egy, ez olyan egy meghatározóan fájó emlék édesanyámmal kapcsolatban. Hát ja, de főleg azt, hogy nem tudtam rajta segíteni, vagy változtatni. Oké. Okay. És azt szeretem, hogy a, a nővéreddel tartod a kapcsolatot? Hogy ne, hogy Már volt is kinek elvileg lehet, hogy idén is ki fog tudni jönni. Szuper. És mindig is tartottátok a kapcsolatot, hogy volt egy szünet, és aztán újra felvettétek a kapcsolatot, vagy ez hogy? hogy mi jót, hát... Amikor, amikor nagyon elmerültem ezekbe a drogozás dolgokba, akkor, akkor jobbnak láttam ö, úgy nem intenzíven tartani kapcsolatot. Tehát ugye egy bizonyos időszakomban, elég hosszú időszakomban, én ö, válogatás nélkül mindenkit becsaptam. És, ö, és akiket szerettem, azoktól inkább távol tartottam magam, mert egyszerűen az intelligenciámat arra használtam, hogy hogyan dumáljak ki valakiből pénzt. Igen, ezt az első videómból erre el emlékszem, ezt említetted is. Hát ez valami hihetetlen, hogy, 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 tulajdonképpen nem volt olyan, hogy valakit meg ne tudtam volna dumálni, hogy milyen jogcímen adjon nekem vagy ajándékba, vagy kölcsön, vagy valahogy valamit, pénzt. Vagy amit éppen találtam, vagy, vagy izé, loptam, azt miért vegye meg? De biztos, hogy megvette. És utána, tehát én, én nagyon örülök, hogy, hogy akkor így, pont volt az ilyen időszak. <kül> tehát a nővéremmel, tulajdonképpen a szüleim halála után vált úgy szorosabbá a kapcsolat. Mm. Et, egyébként nagyon érdekes, tehát nálunk nem voltak ilyen tehát anyagi problémák, például az öröklésnél vagy ilyesmi. Tehát nem, egy, egy, tehát semmilyen ilyen vita, vagy veszekedés, hogy kinek mi. Tehát én is ugye mondtam, amikor anyukám ugye elment, hogy, hogy hát mire van szükséged? Mondtam, hogy nekem semmire. Mondta neki se. az igazából ennyi volt. Tehát most persze néhány dolgot ezt azt tamazd, de tulajdonképpen mi a bútoroktól kezdve mindent otthajtunk, amikor eladtuk a lakást. Úgyhogy nem, nem is foglalkoztunk ezekkel a dolgokkal. Nekem nagyon fájó emlékek voltak minden, úgyhogy én igazából amúgy sem egyetlen egy képet hoztam el, anyukám gyerekkori képét bekeretezve, ami egyébként ott maradt a főnökömnél, ugye minden tudtam együtt, de tulajdonképpen nekem abból a, abból a, lakásból ez az egy dolog volt, amit így elhoztam. Tényleg azok a cuccok megvannak még szerinted, Tamás? Vagy, vagy a... Tudom, nem, hiszem, nem tudom. Mert az egy raktárba beletrakva, vagy valahol de belet rakva. Teherautóba lett Teherautóba? Igen, mert a főnökömnek az udvarán állt itt elút, és oda bepakoltam a cuccot, Á, mindegy, hosszú történet. Oda engedte, hossz... hogy... beragd, ugye? Hogy oda engedte, hogy oda a de azt szerintem már lehet vagy nem fogom fölhívni, megkérdezni. <laughs> 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 jó. Ismerősök vagyunk, meg így tudunk egymásról, de, de így, így még soha nem beszéltünk. Ja, Nekem telen dolgok, szóval. Értem. Oké, okay, Tamás, köszönöm szépen a válaszodat. Következő kérdésem az lenne, hogy amit már szintén érintettünk a, talán valamelyik videónkban, csak csak hogy egy picit részletesebben is lehet róla beszélni, hogy hogy ha jól emlékszem, ezt egy az egy egy bocsánat, ez az egyik kedves barátomnak a kérdése, hogy gyerekkorodban te a, a római katolikus vallású neveltetést kaptál, vagy ott ott az a, abba az irányba Indultál, mint gyerekként, tehát egy szülői támogatással, vagy ez hogy volt? Nem. Tehát ugye anyukám járt templomba, de apukám nagyon-nagyon nem szerette ezt az egész vallásosdít a papokat konkrétan nagyon utálta. Tehát ő megmondta, hogy ő, hogyha nem lenne probléma, ő verni az összeset. Tehát ő ezt így megmondta. A BTK nem tartaná vissza, akkor ő. Igen. Tehát ő annyira, annyira, tehát igazából egy álszent, hazug népségnek tartotta őket mindig is, és, és nem tudom, valahogy számomra annyira sok kérdés merült föl, és valahogy így elindultam, nem, nem, any nem édesanyám indítatására, hanem valójában egy osztálytársammal elkezdtünk járni, minisztrálni volt egy fájdalmas anya, hát még a neve is fájdalmas anya templom, Szajszle utcába, Egerbe, vagy május egy út volt még annak idején, mindegy. És, és tulajdonképpen én minden reggel iskola előtt, meg iskola után mentem a, a, a templomba minisztrálni, és akkor utána én eljártam hittanra, és nagyon-nagyon sokat kérdeztem, de igazából soha nem kaptam rá megfelelő választ. Tehát konkrétan emlékszem ezekre a kérdésekre, hogy hát, de hogy, 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 hogy mi van a mennyországban, meg, meg az milyen az a pokol, meg. meg ö, 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 na mindegy, sok kérdésem volt. Valójában én nagyon-nagyon ragaszkodtam az Isten tudathoz, amit ugye a lehetőségeim szerint én a katolikus vallásban próbáltam meg, abba próbáltam meg fejlődni. De de nagyon-nagyon sok kérdés maradt nyitva. És volt egy lelki atyám, a, Gyula Páter, Balog Gyulának hívták, ő, ő, na, ő egy igazi lelki atya, egy igazi gurú volt, és amikor őt áthelyezték valami vidéki plébániára, tehát még Egernél is vidékebb plébániára, valami faluba, és akkor a Cakó Kanonok úr vette át ezt az egész dolgot, na kezdve megszűntem oda járni. Tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon érdekes, így már utólag visszagondolva, hogy mennyire fontos a gurú személye. Hm. Tehát, hogyha valaki számodra hiteles és követhető, az segíti a lelki fejlődést, de hogyha olyan ember a gurud vagy a tanítód, aki, aki, számodra akár hangulatában, akár stílusában, akár úgy az egészében vagy nem hiteles, vagy nem szimpatikus, akkor, 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 a lelki életedet nagyon nagy mértékben akadályozza. Mennyi idős voltál ekkor? Hát ez körülbelül ilyen, ilyen, nem is tudom, Negyedikes lehettem körülbelül, azt biztosan tudom, negyedikes koromban jártam. Ö, hetedikes koromig jártam. Mm. Hát nyolcadikban már nem. Nyolcadik. Mm. Akkor hoztál egy tudatos döntést, hogy, hogy akkor én most már nem szeretnék menni, vagy, vagy, ez, vagy a, meg, megjött ez az új ö, személy, aki neked nem volt annyira... Ö, hát igazából... Nem a, nem a vallással szakítottam, hanem, hanem az egyházzal. Uh -huh. Tehát én ugyanúgy minden reggel, amikor felkeltem, imádkoztam. Minden este, amikor lefeküdtem, imádkoztam. E, ugye ezeket a szokásos, tehát a mi ki vagy a mennyekben az üdvözlégy Mária, hiszek egy Istenben, ezeket így végigmondogattam, de már nem jártam templomba. Uh -huh. Szóval igazából ez a, része, ez a része halt meg, és akkor utána ugye nekem nagyon hamar született meg a fiam, tehát én, én ugye nem töltöttem még be a 18-at, egy hónap hiányzott, és, és onnantól kezdve én ugye belecsöppentem nagyon az anyagi világba, tehát én akkor ugye elmentem dolgozni, stb. stb. és egészen addig, amíg, amíg, amíg börtönben nem kerültem, addig, addig csak az anyagi világ, tehát akkor teljesen eltávolodtam az egész vallástól. És amikor börtönbe kerültem, eh, igazából az volt az érdekes, hogy én akkor kaptam meg az első bagavad gyítát. És, és akkor úgy mondom, hogy újra felvettem a kapcsolatot a jó Istennel, de, de nekem nagyon nagy nehézséget okozott, ugye a korábbi tanulmányaimban eh, tanult és beidegződött nagyon nagy butaság, hogy minden, ami nem, nem Jézus, az bálványimádás. Uh -huh. Tehát én elkezdtem olvasni a Bagavadintát, és, és csak úgy, úr, Úristen, de jó, meg így, meg úgy, meg végre megvan a válasz erre, meg arra, miközben nekem egy nagyon komoly lelkiismeret fullaláson volt, hogy ezek nem katolikus tanok. Aha, értem. És, és én úgy-úgy mondtam a Hare Krishna maha Mahamantrát, sose felejtem el. Hogy, tehát én még mondtam, a mi atyán, ki vagy, tehát az összes ö, 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 katolikus imát, utána mantráztam, és utána azt mondtam, hogy nem tudom, hogy melyik őtök vagy, Fisna vagy Jézus, de amelyik őtök vagy, akkor azt fogad el, és a másikat vett figyelmen kívül. Aha, tehát ilyen erősen bele, bele, bele tudta az Ezt emberbe. Hát, olyan hihetetlen ö, ö, rossz nevelést kaptam... Ö, a katolikus vallásban, tehát a kereszténységben. Tehát megmondom neked őszintén, így utólag visszagondolva, olyan szinten belém nevelték a megkülönböztetést, az idegen gyűlöletet, a másságot utálni, ezeket mind. Tehát én bocsánatot kérek minden tiszta szívű keresztény és katolikus embertől, de, de mindenkit utálni azért, mert nem olyan vallású, nem olyan identitású, mint én, ez teljesen ellentmond Jézus tanainak. Ez így van. Tehát most azért, mert te meleg vagy, a, 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 a pokolra jutsz meg, mit, de miért jutnál a pokolra? Dehogy jutsz a pokolra. Szóval, hogy, hogy olyan, olyan, hihetetlen módon el van ferdítve Jézus tanítása, az egész Biblia. Tehát ez nem titok, ezt, ezt mindenki tudhatja, és utána lehet nézni, hogy az eredeti Bibliába. Te teljesen más. Teljesen más. Tehát benne van a lélekvándorlás. Meg nagyon-nagyon-nagyon sok, tehát eredetileg a Biblia ugyanolyan hiteles szentírás, mint a Bhagavad Gita. Annyi különbség, hogy a Bhagavad Gita változtatás nélkül maradt fent az elmúlt 5000 évben, a, a Biblia viszont rengetegszer, rengetegszer át lett írva, és 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 nagyon-nagyon nem megfelelő módon befolyásolja az emberek nézetét. Tehát én mondom, nagyon-nagyon-nagyon tisztelek minden hithű keresztényt, minden hithű muzulmánt. Tehát a, 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 a muszlim vallás is valami elképesztően tökéletes volt eredetileg. Tehát az, tehát sehol nincs leírva, na mindegy, valá, de ezt inkább nem is mondom, mert senkit nem szeretnék megbántani. A lényeg az, hogy hogy amikor például meg, elolvasod, hogy ugye a, a mennyei birodalom és a pokoli birodalom is az anyagi világ része, és hogy tulajdonképpen, ha most te védkezel ebben az életedben, igen, lehet, hogy a pokolra kerülsz, de amikor lejár ennek a büntetése, visszakerülsz ide, és helyrehozhatod a hibáidat. Illetve, hogyha nagyon jámboron cselekszel, akkor sem örökké vagy a mennyei birodalomba, hanem a jámbor tetteid, visszahatásait élvezheted a mennyei birodalomba, utána visszakerülsz ide a földi birodalomba. És, hogyha ebből az egészből szeretnél kiválni, akkor lehet elérni a lelki birodalmat, ami viszont egyáltalán semmilyen formában nem anyagi. Tehát ezek a magyarázatok, hogy, hogy így megérti az ember, hogy, hogy miért, van, miért van a mennyország, miért van a pokol, nincs örök pokol, de nincs örök menyország sem. És ezek felett van egy olyan lelki birodalom, tehát ahonnan az önvaló származik, amit hosszú idő után nagyon sok tanulás, nagyon sok lecke megtanulása és elvégzése feladat megoldás után elérhetsz, és ezért van az, amit az első kérdésedben említettél, hogy ha, ha lehetőségem lenne arra, tehát Krisna azt mondaná, hogy valamit a múltamból töröljünk, akkor azért nem, mert mert ha törölném, akkor újra át kéne élnem. Tehát minden, minden, lel, minden léleknek végig kell menni egy, egy fejlődési szakaszon. Ezek teljesen egyéni, teljesen egyéni utak. Nincs két ugyanolyan út, sem spirituális, de még anyagi sem. És amit neked meg kell tapasztalnod, azt meg kell tapasztalnod. És ha esetleg te ezt törölteted, és ami gond, de akkor még egyszer végig kell rajta menni. Más, Mert... Igen, mondjad. Ö, azt szeretném kérdezni, hogy a, a Krishna tudat szerint ö, eleve elrendeltetés van, vagy szabad akarat van, vagy pedig ennek a kettőnek egy ö, valamilyen ö, arányú összessége van, tehát hogy vannak fix pontok is, de meg van hagyva a szabad akarat is bizonyos dolgokban, vagy mi a, mi a, a krisna tudat, hogyan vélekedik erről? Hát egész pontosan idézni nem tudom, de pont a napokban az egyik lelki tanítómesterem küldött át egy, egy szöveget. Tehát tulajdonképpen Krishna hagyja, hogy te szabadon válaszszál, de ő pontosan tudja előre, hogy mit fogsz választani. Tehát ez a, ez a hivatalos. Na most ennek lehet ugye nagyon sokféle értelmezése, ez egy nagyon kiemelt témája az egyik lelki tanítómesteremmel a beszélgetésnek, ez a bizonyos szabad akarat. A védák úgy fogalmaznak, hogy a tudatlanság kötőrében nincsen szabad akarat. A szenvedély kötőrében minimális, a jóság kötőrében már több, és ugye van a suda szatva, tehát a tiszta jóság, ott van teljes szabad akarat. Ezt megpróbálom lefordítani neked magyarra. Oké. Okay. E, tehát három kötőerőbe tartozik minden az anyagi világban. Ez a jóság, a tudatlanság és a szenvedély. E, például vannak élőhelyek. Most csak majd vegyünk élőhelyeket. E, e, a, a, a városban élni ezekben az épített környezetekben a szenvedély köterébe tartozik, tehát e, vegyesen van benne jó és rossz, e, mármint így energetikailag, hangulatilag, öröm, fájdalom, tehát e, jó, mert ugye nem vagy egyedül, de állandóan csörögzörög a kukásautó, vagy a részegek fölrúgják a kukát, ez a szenvedély ereje. A, például egy pincében élni, vagy egy, vagy egy, vagy egy ilyen föld alatti helyen, ahová nem jut be a fény, az a tudatlanság kötőreiben van. És hát, ugye például itt élni. <laughs> Tehát a természetben élni, az a jóság kötőreiben van. Na most minden ö, ilyen dolog hatással van a te személyedre. Például a zenehallgatás. Tehát egy ilyen tresmetált, vagy ilyen zenét hallgatni, evidens a tudatlanság kötörében van. A, a, mondjuk az ilyen ö, szamba, rumba, csacsacsa, stb. Ez a szenvedély kötörében van, hiszen általában szenvedéllyel tölt el, ugye nem folytatom ezt, érted? És például van a komoly zene, az a jóság kötörében van. Tehát, hogy az, az ételek ugyanígy, tehát ugye a tudatlanság kötörében vannak a rothadó élelmiszerek, a rothadó élelmiszerek, tehát például, a hús, tehát egy állatot, amikor megölsz, az abban a pillanatban bomlásnak indul. Az rothadó élelmiszerek, az a tudatlanság kötörében van. Tehát ugye például a zöldség, a krumpli, a, a, a borsó, vagy bármi, ugye a zöldség, az nem, nem kezd el rothadni, tehát azok például a jóság kötörében vannak minden, ami zöldség. Úgy mondják a védák, ami meghosszabbítja az életet és boldogsággal tölt el, azok a jóság kötörében vannak. Például a hagyma, meg egy csomó ilyesmi étel a szenvedély kötörében van. Ugye a hagyma például afrodiziákum, mindegy, ebben most megint nem megyünk bele. A lényeg az, hogy az ég egyet a világon minden kötőerők szerint van besorolva. Bocsánat, ez úgy értsem, hogy minden, amit ezen a fizikai síkon itt megtalálunk, az valamelyik kötőerőbe benne van? Igen, igen. És igen. Ez, le, ez, ez le van osztályozva? Akkor... Mindenre, igen. Ha. És minél több olyan dologgal társulsz kötőerők szerint, ami számodra kedvező, tehát minél több mindenben törekszel a jóság kötörében lenni, annál nagyobb mértékben nyilvánul meg a szabad akarat. A tudatlanság kötörében lévő embereknek nincs szabad akaratuk. A tudatlanság kötörében élő embereknek van egy élete, és vannak mindenre reakciói. Ösztönösen cselekszik. Tehát, mm -hmm. hát mindenre egyfajta... Ez a legalsó szint, Tamás. Bocsás, igen. Ez? Hát, bocsánat, bocsánat hogy ezt mondom, ez az állati szint. Tehát tulajdonképpen ugye a védák úgy írják le, most mindenkitől bocsánatot kérek, de így van leírva, hogy azok az emberek, akik a tudatlanság kötörében élnek, tehát mindent ösztönből, tehát nem töltse, pofán váglak meg, meg szóval, uh -huh. <laughs> meg ami, ami az önyém, az önyém, tehát ők, ők két lábon járnak. Mire gondolsz, abszolút értem, mire gondolsz. Szerintem De mi most pedig köterében lévők, ugye ők vannak a legtöbben, ők azok, akik fáradhatatlanul küzdenek és dolgoznak az életben maradásért és az érzékielégítésért. Tehát ugye a legtöbben, így a nézők közül, ugye ebbe a kötőerőbe tartozunk, tehát egyébként még magamat is ide kell érteni, tehát még én sem vagyok a jóság kötőerőjében, törekszem rá. Tehát ez nagyon fontos, hogy én nem vagyok egy önmegvalósított személy. Azok nagyon sok dolog, és én igyekszem ezt mindig kihangsúlyozni, hogy amiket elmondok neked, vagy nektek, az nem azt jelenti, hogy én ezt mind megvalósítottam, de törekszem rá. Tehát Igen, minden energiában az Azon, hogy minél több olyan dolgot valósítsak meg, ami emeli az én tudatszintemet, az én lelki szintemet, tehát magyarul minél több minden, ami a jóság kötőreiben van, azt igyekszem alkalmazni és beépíteni az életemben, az élőhelyem, az étkezésem, a viselkedésem, például a beszédem. Tehát nagyon nem mindegy, hogy a tudatlanság kötőrébe beszélgetünk, akkor ugye mindenkinek az anyját, és mindenki egy K. Amikor a szenvedély kötörében vitatkozunk, beszélgetünk, akkor ugye nekem van igazam, neked van igazad, és akkor, és akkor az is megmondom, hogy nekem van igazam, az ugye a szenvedély, tehát úgy benne is van a, a szóba, hogy a szenvedély kötörében. <kül> a jóság kötörében történő beszélgetés, eszmecsere, pedig mindig a másik, másik megértésének a vágya. Tehát nekem van egy igazságom, de a te igazságod, ami eltér az enyémtől, szeretném megérteni, hogy miért van neked igazad. Abban már jelen van az alázat, jelen van a tisztelet. Nem azt akarom, hogy rád erőltessem, már pedig nekem van igazam, hanem őszintén kíváncsian várom, hogy el tud nekem mondani, hogy miért van neked. És ha neked lesz igazad, akkor én azt tisztelettel elfogadom. Nagyon-nagyon-nagyon fontosok ezek a kötőerők. Tehát, hogy, hogy hogy ilyen, minél több, mondom, tehát minél többet társulsz a kötőerőkkel, annál jobban hatást gyakorol az életedre. Tehát a szenvedélykötőre visszatérve, ugye a legtöbb ember mit csinál, fáradhatatlanul dolgozik, és próbálja az érzékeit kielégíteni. Ugye az evés, az alvás, a párzás és a védekezés, a védák a négyet emelik ki, de ez megint csak nem különbözik az állatvilágtól. Tehát a nyuszik ugyanazt csinálják, meg a kutyák, meg az emberek, ugye esznek, alszanak, párosodnak, védekeznek. Hát az emberek mit csinálnak? Állandóan védjük magunkat a verbális támadásoktól, a betörőktől, hát lehetőség szerint az adótól, hogyha nem muszáj, nem fizetjük be, stb. 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 Tehát éppen ugyanazt csináljuk, mert, mert ugye a kutyám is eszik, alszik, mondjuk ő nem párosodik, mert imártalanított, meg védekezik. Na tehát ez, 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 még nem ez a civilizáció. A civilizáció az, amikor tudatosan kontrollálni tudod a vágyaidat és az érzékeidet. És akkor megjelenik a jóság kötörében egy bizonyos fokú szabad akarat. Tehát a szenvedély kötörében körülbelül annyi a szabad úgy tudom neked ezt elmondani, hogy mint egy, mint egy tigris, amelyik meglát két antilopot. És az egyik jobbra szalad, a másik balra, na hát ő eldöntheti, hogy a jobb oldalit vagy a bal oldalit akarja elkapni. Hát magyarul, hogy én jó szabad akarat. Nincs tétje a te szabad akaratodnak a szenvedély kötelében. Ha van egy karmád, a karmád, és vannak vágyaid. Nagyon fontos. Tehát a vágyaink alapján kapjuk meg az új testünket. Tehát ha te mit teremén egy atlétikai maratonfutó akarsz lenni, ez a, ez a te mostani vágyad. De ugye mit te éppen 160 kiló vagy, meg, meg stb. és ez nem valósult meg. De te folyamatosan erre meditálsz, ugye manifestálsz egy következő testet a következő életedben, és te egy atlétikai futó leszel. De vissza magaddal a karmádat, tehát a jámbor cselekedeteid és a bűnös cselekedeteid összessége alapján lesz egy sorsod. Uh -huh. Tehát lesz egy leszületésed, egy megfelelő, kevésbé megfelelő vagy kifejezetten rossz családba. É, hozzáteszem, hogy ezek, ezek megint nem olyan egyszerűen értelmezhető dolgok, tehát nagyon sok olyan emberről tudhatsz, te is, én is, akik rendkívül hátrányos helyzetből jutottak nagyon magasra. Igen. És rengeteg olyan embert ismerhetsz, akik piszok jó módú családba születtek, és mi lett belőlük drogfüggő, börtöntőtelék, anyagyilkos, meg apagyilkos, meg. meg na, tehát hogy, hogy, hogy ezek, ezek végtelen, tehát a karma ö, vászana, ugye a karma vászon. Na mindegy, ezek rendkívül összetett, ö, nehezen. Ö, nem az, hogy nehezen érti, tehát nagyon könnyen értelmezhető, csak nagyon sokat kell vele foglalkozni. De a lényeg az, hogy minden mindennel összefügg. És amikor ezeket már úgy kezded megérteni, kezded kapizsgálni, akkor elkezdesz igyekezni, azon, töreke, tehát azon törekszel, vagy arra törekszel, hogy minél több minden a környezetedben is benned a jóság kötörébe tartozzon, és akkor már lesz egyre több és több lehetőséged szabadon dönteni. Amikor is végül eléred a sudaszatvát a tiszta jóságot, és a tiszta jóságban megnyilvánul a teljes szabad akarat, hiszen a, a, onnantól kezdve már eleve nem akarsz olyat, ami például bárki másnak fájdalmat vagy szenvedést okoz. Tehát nem azért nincs szabadakaratunk, mert, mert, mert Isten korlátoz hanem mert ha te szabad akaratot szerint tennél dolgokat, olyan mérhetetlen mennyiségű frusztráció, gyűlölet és agresszivitás van jelenleg az emberi társadalomban, hogy tulajdonképpen, ha szabad lenne sok minden, akkor itt, itt, itt elszabadulna a pokol. De az emberi létformában hihetetlen dolgokra lennénk képesek, csak ez le van korlátozva. Tehát ugye ezt már a tudósok is bebizonyították, hogy az agyunknak kb. 3%-át tudjuk használni. A korábbi korokban egy ilyen lényegesen többet tudtak használni az emberek, és lé, tehát, tehát vannak ezek a, tehát azok a dolgok, hogy gondolattal ö, kommunikálni, ezek mind létező dolgok, és egyébként az emberi létformában adottak, csak ezek szándékosan a jelen korban, a kali júgában le vannak korlátozva, mert az emberek nem élnének, hanem visszaélnének ezekkel a képességekkel. Uh -huh. Tehát akkor ez, ez, ez le van, tehát ez, ez akkor le van szándékosan korlátozva, ahogy mondtam. A yugában, tehát ebben a júgában, ebben a korszakban ez a legdegradáltabb korszak, és az a, az a, csúnya, egyébként ezek mind le vannak írva, hogy folyamatos degradáció, tehát ennél még rosszabb lesz, tehát az, a szentírások nagyon komolyan leírják, tehát ember embert fog enni néhány száz vagy néhány ezer év múlva. És ha, ha megnézed, hogy hogy hová tart a világ, itt van ez a mesterséges intelligencia, meg mit. Szóval elkeserítő, Elkeserítő. a butulás, tehát, hogy most már te nem megtanulsz valamit, hanem csak megnézed a Wikipédián, vagy ezért. Tehát nem olvasol el egy könyvet, nem, nem foglalkozol a, a valójában semmivel, csak az érzékielégítéssel. És általában ugye mi okoz, tehát mire vagy, mire vagy ö, ö, nem stimulálva, mire vagy. Ö, mondjuk úgy programozva, ez így csúnya szó, arra, hogy örömöt szerez magadnak, és mi az öröm, amikor vásárolsz. Tehát mikor örülök, amikor megveszek valamit. Csak hogy ez egy pillanatnyi öröm, és mihent megvettem valamit, már is gondolkozom, hogy mi az, amit megint meg kell vennem, hogy megint átéljem ezt az aprócs örömet. Ez olyan, mint a drogfüggés. Tehát először, ugye, mit én, most maradjunk a füvet ciginé, elszisz egy füvet ciginé, milyen jó, micsoda öröm, órákig ott el, utazgatsz, stb. És utána ugye ez ismétled is, ismétled és ismétled eleinte lehet, hogy most elmegy egy repülő, egy pillanatra abba hagyom. Ja. <coughs> Jól <coughs> <Tudod más>. néz <coughs> <coughs> egyre több és több kell. És e, ugye főleg a szintetikusoknál ugye először egy 0,1 g nagyon nagy boldogság, és utána már ott tart az, hogy 4 meg 5 g, ma sem éred el ugyanazt az örömöt. Tehát ugyanez a vásárlás is, hogy először csak valamit veszek, de utána már állandóan vásárolnom kell, vásárolnom kell, vásárolnom Állandóan e, élményekre van szükségem, és amikor nem tudok élményekhez jutni, akkor bekapcsolom a tévét. Tehát valójában ezek, ezek mind üres és tartalmatlan öröm és élmények. És, és elmész dolgozni, tehát ezek, ezek, hogy mondjam neked, ebben a kötőerőben, ez ugye a szenvedély kötőerőben van, itt egyszerűen csak leéled az életed ilyen sorszerűen, és és, és nincs, nincs, mondom, minimális, tehát a, a, a szenvedély kötőerőben minimális a szabad akarat. <kül> Ami lehetőségünk van, az amikor, ugye egyrészt társulunk szentekkel, tehát például egy sírlapra bufált könyvet, egy Bhagavad gita egy Srimad Bhagavatamot, vagy éppen egyébként egy eredeti bibliát, és azok úgynevezett lelki tettek. Tehát azok, hát úgy mondjuk, hogy szukriti. Tehát mondjuk úgy egy lelki koinsz, egy lelki érme, amit egy ilyen lelki persejbe teszel. És ezek a dolgok arra ösztönöznek, hogy elkezdjél jámbor tetteket végrehajtani. Minél több Jámbor tettet hajtasz végre, tehát úgy etetsz meg mondjuk ö, ö, hajléktalant vagy kutyát, hogy nem veszed videóra, tehát hogy nem azért teszed, ö, tehát önzetlenül. Uh -huh. Tehát bármi, amit önzetlenül, feltétel nélkül teszel, szeretettel, az szukriti. És ezek összeadódnak, és minél több ilyen lelki cselekedetet, ilyen, ilyen ö, lelki tettet hajtasz végre, belülről, belülről elkezd megnyilvánulni Isten. Tehát onnantól kezdve már van egyfajta vágyad, egyfajta megértésre való törekvésed, és, és elkezdett kutatni keresni. Ezt hívják ugye úgymond spirituális ébredésnek. Nagyon-nagyon sok ember érzi azt, hogy valami van az anyagon túl. És elkezdik kutatni, elkezdi keresni. Rengeteg spirituális irányzat van. És nagyon fontos mindenkinek egyéni útja. Tehát nincs két ugyanolyan ö, sors. Nincs két ugyanolyan spirituális ébredés, nincs két ugyanolyan megélés, mindenkinek teljesen egyéni az útja. A szabad választása tulajdonképpen ö, kettő. Jobbra mész vagy balra. Na most, az egyik az anyagi világ, a másik a lelki világ. El tudod dönteni, hogy az anyagi energiát szolgálod, a társadalmat szolgálod, a családot szolgálod, és legfőképpen máját, tehát az illúziót, magyarul az érzék kielégítést, minél több öröm, minél több élvezet, vagy a lelki energiát. Magyarul Istent. Amikor Istent kezded el szolgálni, akkor elkezded megérteni, hogy nem kell magamat szolgálni, nem kell a saját örömömre ö, dolgoznom, vagy örömömért dolgoznom. Egyszerűen Istenért kell dolgoznom, Istenért konkrétan nem tudsz dolgozni, mert minden az övé, tehát nincs szüksége semmire. De a teremtményeink keresztül tudod szolgálni, elkezded megérteni, hogy te minél többet adsz, automatikusan annál több érkezik vissza hozzád. Tehát ezt ugye a vérák úgy szokták mondani, hogy, hogy itt van mondjuk egy, egy pálma, vagy, vagy akármilyen növény, és akkor nekem ez a levél nagyon tetszik, és elkezdem locsolni ezt az egy levelet, mi történik? Hát kiszárad a fra, meg leszárad ez az egy levél. Viszont ha a gyökerét kezdem el locsolni, akkor nem csak azt az egy levelet, hanem az egész növényt élettel töltöm fel. Mi most mit csinálunk? Ugye próbáljuk szolgálni magunkat, az érzékeinket, az élvezetünket, és folyamatosan konfrontálódunk minden emberrel. Tehát ugye az utcán elég, ha kimész az utcára, beülsz az autóba, már, már jön, a, jön az ingerültség, meg a feszültség, meg a kerékpárosok, meg mindenki. Viszont amikor elkezded, igen, Én... ez nagyon jó, amit Na, ameddig Én... gondolsz. De amikor elkezded a fagyökerét locsolni, és ki a fagyökere? Hát Isten, tehát őre ered minden. És mindenki. Tehát amikor megérted, hogy ha Isten szolgálod és Isten szereted, azáltal tudsz mindenkit szolgálni és mindenkit szeretni, és nem arról van szó, mert ezt mindig kifordítják. Hogy, hogy akkor, mert ugye mondják, hogy hát ugyanezt, amit én most itt csinálok, miért nem csinálom Budapesten a nagyvárosba? Mert hogy Jézus meg, hogy butha. Hát egy. Hát én nem vagyok Jézus meg, nem vagyok butha. Tehát egyrészt ők nagyon emelkedett személyiségek voltak, és ők nem véletlenül jöttek, és egy nagyon-nagyon komoly feladattal. Tehát ők, ők tehát, tehát ugye butha inkarnáció volt, Jézus pedig Isten fia. Hát ugye Jézus mindig is ezt mondta. Isten fia vagyok. Éjjön. És az adott tornak megfelelő tanítást jött, átadta, elmondta, stb. stb. Mindegy, most ebben megint nem megyünk bele. De a legfontosabb az, hogy, hogy, hogy nem abban nyilvánítod meg a szeretetet, hogy, hogy most én elmegyek Budapestre a, a, a nyugati aluljáróba, hogy mindenkit össze-vissza ölelgetek. Nem erről van szó. Hanem alapvetően nem akarok senkit megváltoztatni. Ugye nagyon nagy hibánk, hogy tehát ha valakit úgy ítéljük meg, hogy ő hülyén viselkedik, akkor mi feltétlenül meg akarjuk neki mondani, hogy te, te, egy hülye vagy, és hülyén viselkedsz. De én már nem szeretném neki ezt elmondani. De feltétlenül szeretném megmutatni, hogy én hogyan csinálnám esetleg jobban. Nem ráerőltetni, nem rákényszeríteni. Tehát kéretlenül... Bocsás Tamás, bocsáss meg, akkor kéretlenül nem is az tanácsot, ugye, hogy, hogy... Nem, 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 Meg most már az utóbbi időben egyre inkább nem is osztok meg különböző helyeken videókat, nyilván a két saját csoportomban, igen, de, de, de teljesen megértettem, hogy akinek arra van szüksége, hogy velem társuljon, vagy esetleg, hát nem velem, tehát Krisnával, csak rajtam keresztül, ők el fognak jutni hozzám. Anélkül, hogy én, hát én nem keresek senkit. Ez nagyon fontos. Egyébként a saját ismerétségi körömben sem. Tehát ha bárkinek szüksége van rám, és úgy érzi, hogy esetleg én tudok neki bármilyen módon segíteni, esetleg csak információval szolgálni, akkor ő keres. De én senkit nem hívok föl, hogy na hány kör csapázol, ugye leszoktál a húsevésről. Tehát én mindenkit úgy szeretek, úgy fogadok el, ugye benne vagyok vidéki csoportokba, ahol ugye állattartókról van szó, szóval én, én senkit nem akarok megváltoztatni. De ha megkérdezi, hogy esetleg milyen karmikus következményekkel jár az, hogyha ő állatokat ő, akkor elmondom. Uh -huh. Aztán nyilvánvalóan, ha ez neki nem tetszik, és nem fogadja el, én, én ettől függetlenül nem ítélem meg, nem ítélem el. Tehát nem akarom megváltoztatni. De ha megkérdez, akkor nagyon szívesen elmondom, hogy, hogy hát úgy nagyjából mire lehet számítani. Uh -huh. Azt mondja az emberekkel, hogy, hogy, hogy a nagyon sokan ugye belekapkodnak különböző vallásokba, és összecsipegetnek belőle dolgokat, hogy ebből ezt tetszik, abból azt tetszik, ebből a buthából ez nagyon jó pofa, de a többi az nem tetszik. Na most, ha valamit nem csinálsz kitartóan, tehát ez körülbelül olyan, mint hogy te fekvenyomó bajnok akarsz lenni, de neked annyira nem tetszik az, hogy lefeküdj és nyomkodjad, mert jobban tetszik az egykezes súlyzóval bohóckodsz, vagy mit te még hullahop karikázol, hát az életben nem lesz belőled fekve nyomó bajnok. Ez mert nagyon a... jó kéne volt. ugye, az emberek ugyanezt csinálják. Tehát, ha nem, nem tudod elfogadni a Krisna tudatot, de szimpatizálsz a katolikus vallással, nem az egyházzal, vallással, vagy a buddhizmussal, akkor ismerd meg, alapjaitól kezdve azt a, azt a, kultúrát, azt a vallást, és kövesd a szabályait. Itt van a katolikus vallás. Tíz parancsolat. Szeres fele barátodat, mint magadat. Tessék, ez az egy. Ez az egy. Szeres fele barátodat, mint magadat. És akkor kimész, ó, mocskos, buzik, mocskos, zsidók, mindenki mocskos. Ne haragudj, de ez hogy van? Ne őj, Ugye az, azt hiszem az ötödik pala. Ne ölj! Tehát, tehát, Jézus egy olyan szinten megvalósított személy volt, hogyha ő azt akarta volna mondani, hogy csak az embereket ne öld meg, de az állatokat nyugodtan, akkor azt mondta volna, ne gyilkolj. Nem ezt mondta, hanem, hogy ne ölj. És egyébként még mindig, amíg a most kiadott Bibliákban is nem egy helyen felelhetők azok az írások, hogy a legnagyobb tudatlanság állatok húsával táplálkozni. Ez a Bibliában is benne van, csak ugye a jelentős részben ezek módosítva lettek, és, és de ha, ha valakinek van lehetősége valamennyire eredeti Bibliát olvasni, akkor. De mondom, ha csak a mostani Bibliát is. Van egy eckhart Tolle, egyébként tőle, mert német, de most maradjunk a tolénje, neki nagyon-nagyon sok-nagyon-nagyon -nagyon jó magyarázata van a Jézus szavaira. Uh -huh. Tisztán Jézus szóval. Tehát én azt mondom neked, hogy, hogy ha bárki, ha csak a tíz parancsolatot betartja, az pontosan ugyanolyan szinten fog megvalósult lenni, mint amilyen szinten most, tehát én még gyerek szinten, kezdő szinten vagyok, de én a saját vallásom szerint e, igyekszem minél több dolgot megvalósítani. Tehát nem elég egyet érteni vele. Ú, igen, igazod van. De nem teszek semmit. Hát én annyira egyetértettem értettem vele, de nem változott az életem. Igen, de mit tettél? Tehát úgy akarunk eredményt, ja hát ugye meg akarjuk venni. Tehát adok neked tízzel forintot adjál lelki békét. Nem így működik. Ezért tenni kell, nagyon-nagyon sokat kell dolgozni. Nagyon-nagyon nagy munka. Tehát ugye ez a másik az, az én dolgozom, így dolgozom, úgy nem dolgozom. A legkeményebb munka az, hogy gondolkozol. És egyébként tudósok is, még ez is be van bizonyítva, hogy a legtöbb kilozsult egyébként akkor használja az ember szervezete, amikor gondolkodik. Tehát én nekem az egész napom 80%-ába legfőképpen azon fáradok, hogy megértsek emberi kapcsolatokat, emberi tulajdonságokat, ezeket az ok-okozat ok dolgokat. Például nagyon sokat dolgozom ezen a szabad akaraton, hogy megértsem és megvalósítsam ezt, hogy, hogy, hát, hogy legyen például szabad akaratom. Tehát, hogy minél inkább egy olyan kötőerőbe tartozhassak, ahol, ahol, már egyre több a szabad akaratom. Tehát nem csak azt tudom eldönteni, hogy a jobb oldali antilop vagy a baloldali antilop, hanem például, hát ehhez nagyon nagy szükség van az érzékkontrollra. Meg, hát, na mindegy, ezt most amúgy ó Jó. le. le Tomász, hogy... Tomász, nagyon, nagyon, élvezetes volt ismét, ismét hallgatni téged. Szerintem itt be is fejezhetjük. Nem akarok következő kérdést feltenni, mert az idő, időbe is Lassan kimerítjük az egy órás időkeretünket. Maradtak kérdések szerencsére, szerintem ezzel a videóval kapcsolatban is jönnek majd kérdések. Ezeket, ezeket majd szeretném neked újra feltenni egy következő alkalommal. Úgyhogy, ha te is vele, akkor, akkor most zárjuk le ezt a, ezt a videót itt most. Jó, annyit szeretnék hozzátenni, hogy nem szerettem volna senkit semmilyen formában megbántani, tehát sem nem célom, sem nem érdekem, hogy én bárkinek fájdalmat ezt vagy sírnést okozzak, Viszont, viszont nagyon fontos, hogy, hogy általában ami nagyon fáj, ugye az az igazság. Tehát, Na, ez, nem tehát nem amikor, amikor valakinek azt mondják, hogy már pedig te a tudatlanság kötörében vagy a az szenvedély az kötörében vagy, vagy valami, és az az emberben érzelmet vált ki, legfőképpen haragot és indulatot, sajnos azzal már önmagában véve bizonyítja ezt az állítást. Hiszen egy jóság kötörében lévő ember számára az igazság az mindig motiváló, elgondolkodtató, és arra összönzi, hogy fejlődjön és megértsen. De akiből például indulatot és halagot, vagy ne Isten gyűlölködést váltanak ki, például a szavaim, neki ezzel dolga van. És ez már talán egyfajta segítség, amit most elmondok abban, hogy, hogy próbálja meg megérteni önmagát. És senki ne a világot szeresse megváltoztatni, vagy akarja megváltoztatni hanem saját magát. És a világ sosem válik jobbá, de az, hogy te hogy éled meg magadat, meg az életedet ebben a világban, na az csak rajtad múlik. És így igazából ennyi. Szeretnék Aztán... még egy kérni, tehát ha bárkit megbánt, Én... nem áll. Én azt gondolom, hagyd tegyem ez még hozzá, hogy a, hogy a, te segítőkészséged és olyan indulatot szerintem megkérdőjelezhetetlen. A, amiket elmondasz, azok azok, azok nagyon komoly ö, szentírásokból vannak. A, akinek ez szimpatikus és, és, és tetszik, az, az menjen ebben az irányba, ha úgy gondolja, amennyiben nem, vagy más szeretne, akkor pedig menjen abban az irányba, a lényeg, hogy hogy béke legyen benne. Tamás, nagyon szépen köszönöm. Eléged. Tehát, hogyha bárki úgy éli meg most az életét, hogy, hogy elégedett azzal, ami van, és boldogan él, akkor ne változtasson semmit, akkor az úgy jó. Ha viszont folyamatosan frusztrálódik, elégedetlen, békétlen, haragos, indulatos, és például olyan embereken tölti le a, a fájdalmát és a kínját, akik nem érdemlik meg, legyen szó például a családtagokról. Például én a szüleimen töltöttem le nem ritkán az agressziómat annak idején, mert ugye nem adtak pénzt drogra. Hát nyilván nem a szüleimmel volt gond, hanem velem. De nem voltam róla tudatos. Meggyőződésem volt, hogy nekem milyen szemű szüleim vannak, nem adnak pénzt a szegény beteg gyereknek, mert ugye neki kell a cucra adva pénz. És én akkor normálisnak tartottam magam. Szóval, és, és amíg nem érted meg, hogy minden fájdalmadé, nehézségedért csak te vagy a felelős és a hibás, addig semmi nem fog változni. Hát de, mindig másokat fogsz szokolni, csak mások nem fognak megváltozni, és úgy éled le az életet, hogy, hogy, nem jól. Te vagy mindenért a felelős, a hibás, és amikor legalább ezt megérted, na akkor, akkor van lehetőséged eldönteni, hogy merre tovább. Köszönöm szépen ezt a remek végszót. Kedves nézőink, köszönjük mindketten a figyelmeteket. Kérlek, hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve írjátok, írjatok kommentet. Akár, akár, a videó alá, akár nekem is írhatok, vagy Tamásnak is írhatok, kérdést is akár, és ne felejtsetek feliratkozni a csatornára, legyen nagyon szép napotok, minden jót nektek! Hare Krishna, Om Tatsat! Sziasztok! Sziasztok! sziasztok.